Mik a gyakori fülproblémák kutyáknál, és milyen jelek mutatnak a fül elváltozásaira a kutyánál? A fő tünetek a fejének a rázása, vagy a fülnek a rázása, ahogy szokták mondani, a fej oldaltartása, a viszketegség megjelenése, amikor vakarja a kutya a fülét, és a váladék megjelenése a külső hallójáratból. A fülkagyló belseje az könnyen látható. Ha rátekintünk a fülkagyló belsejére, a külső hallójáratnak a bejárati részére, akkor azt nézzük meg, hogy az kipirult-e, esetleg váladékos-e, duzzadt, vagy pedig az egész fülnek, vagy a fülnek, a fülkagylónak, vagy a fülkagyló egy részének a duzzanatával állunk szemben. A külső hallójáratba nem tudunk beletekinteni, csak lámpával, tehát a tulajdonos szempontjából nézve a dolgot, igazából a váladék az, ami fontos. Ha feketés, száraz váladékot látunk, vagy barnás, kenőcsös váladékot, vagy sárgás, folyékonyat, vagy akár vízszerű, áttetsző váladékot látunk ürülni a külső hallójáratból, az mindenképpen annak a megbetegedésére utal, és feltétlen gyógykezelést igényel. Az okokat tekintve, tehát a fül problémáknak az okait tekintve, áttekintve ezt gyorsan, az allergiát szeretném kiemelni. Az allergiás kórképeknek egy nagyon vastag része, egy nagyobb része az fülgyulladást, külső hallójárat gyulladást, akár a fül kagylónak, a belső oldalának a gyulladását igen gyakran okozza. Hormonális megbetegedések, mint például a pajzsmirigy alulműködés is melegágya a fül problémáknak, a fülgyulladásoknak, és természetesen a fertőzések, a gomba, leginkább a maleszcézia, ami gyakori, a baktériumok, ezek közül a genykeltők a leggyakoribbak, vagy paraziták, amik közül az atkák itt a leggyakoribbak, okozzák a megbetegedések dandárját. Természetesen beszélni kell még arról is, hogy a fülkagylónak lehet tumoros megbetegedése, sajnos ebből is elég gyakran tapasztalunk egy pár formát, és hát a fülkagylónak a vérömlenye önmagában is előfordulhat, általában a külső hallójárat gyulladáshoz társulva a sok fejrázás, fülrázás következtében elszakad egy kis véredény, és vérömleny alakul ki a fülkagyló rétegei között. És hát természetesen gyakori a fülnek a különböző sérülései, harapásai, egyebek, amelyeket szintén állatosnak el kell látni, hiszen ez egy rendkívül idegekkel rendkívül átszőtt és fájdalmas területe a szervezetnek, tehát meg kell szüntetnünk minél gyorsabban a külső hallójárati problémákat is, illetve a fül sérüléseivel kapcsolatos egyéb problémákat is.